Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Williams Televízió Vecsési Magazin című műsorának november 19-i adását látják. Kortya Vilmos vagyok. Nézzük híreinket röviden. Vecsési aktuális. Jelentős pályázati forráshoz jutott Vecsés. Hangszert a kézbe. Vecsésen folytatódott a népszerű programsorozat. Multidéző. Közeledik a televíziózás világnapja. Könyvbemutató. Megjelent Halmi József és családja című könyv. Egészségünkre. A cukorbetegségről kérdeztük a diabetológust. Névjegy. Bemutatjuk Gohél Zsuzsa polgári búcsúztatót. Sport. 8-szoros magyar bajnok lett Szűcs Szabina vecsési ökölvívó. Vecsésváros önkormányzatának képviselőtestülete november 25-én 17 órától a vecsési polgármesteri hivatal dísztermében közmeghallgatást tart. A közmeghallgatás helyszínének címe Vecsés, Szent István tér 1. Jelentős, mintegy 4,5 milliárd forint pályázati forráshoz jutott Vecsés a Top Plus program keretében. A pályázat részleteiről dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselőt és Szlahó Csaba polgármestert kérdeztük. Elindul végre már 2021-27-es új uniós költségvetési időszak, és 2002 óta küzdünk azért, hogy Budapest és Pest megye ne alkosson egy régiót, hiszen a főváros uniós fejlettségi szintje az az uniós átlagnak a 153%-án mozog most, és ezért Pest megyének a szintje például a déli régióban éppen az 50-60%-ot sem éri el. Úgyhogy azt a hátrányt, amit mi az elmúlt 14-15 évben elszenvedtünk, valamikor el kell kezdeni ledolgozni. És a jó hír az, hogy 2021-től Budapest és Pest megye már külön régiót alkot. Ez azt jelenti, hogy mintegy 153 milliárd forintnyi összegre tudnak majd pályázni települések, vállalkozások a mi régiónkban. Ez lényegesen magasabb összeg, mint ami volt az elmúlt költségvetési ciklusban. A második jó hír pedig az, hogy egy úgynevezett könnyített pályát is létrehozott az uniós döntéshozók fóruma. Egy úgynevezett integrált városfejlesztési stratégia mentén az országban 60 olyan település van, aki ezt a könnyített pályát használhatja ki, és szinte pályázat nélkül a saját elképzeléseit valósíthatja meg. A feltételek azok viszonylag kötöttek, úgyhogy a településeknek már régóta kell azzal foglalkoznia, hogy hogyan tudják majd lehívni ezeket az összegeket. Ez Vecsés esetében mintegy 4,5 milliárd forintot fog jelenteni. Nyilván itt külön kategóriák vannak, több pályázat van, de mi mindenre fordítható? Hát például vannak leszakadó térségek, van szociális eleme ennek az integrált városfejlesztési stratégiának, van infrastruktúra fejlesztése, útfejlesztési része, illetve például a települési intézményeknek az energetikai felújítása és vagy megújítása. Nemrég kapott egy levelet, melyet polgármester is aláírt a vízzel kapcsolatban, illetve hát ugye sarkalatos pont Vecsésen a vasúti átjáró is. Ilyen célokra fordítható-e ez az összeg, vagy sem? Szerencsére mind a kettő dolog az már sinem van, mondjuk a vasúti kérdés az érdekes, de például reményeink szerint ennek az évnek a vége felé már elkezdődik ez a Dózsa-György úti csomópont átépítése és egy gyorsítósávval való felbővítése. Az ivóvíz kérdés pedig nem ennek a forrásnak a része, hanem az úgynevezett uniós felújítási alap, amivel kapcsolatban még mindig egy komoly harc dúl a magyar kormány és az uniós döntéshozók között, ami azért érdekes, mert ez az uniós felújítási alap nem egy összeadott pénz, hanem egy hitel vagy kötvény által kibocsájtott összeg, amire a magyar kormány meg a magyar adófizetők garanciát vállaltak a visszafizetésére, és nem csak a saját résznek a visszafizetésére, hanem az összes uniós országnak a visszafizetésére vállaltunk garanciát. Éppen ezért elég érdekes dolog, hogy bár azt mondják, hogy mi majd vegyünk részt abban, hogy ezt vissza kell fizetni, jelen pillanatban még nem tudunk hozzájutni ehhez a forráshoz. Reméljük, hogy ez is hamarosan megoldódik, és ennek a felújítási alapnak lesz része az, hogy ivóvíz hálózat felújítási programokat tudjunk majd elindítani. Mikorra várható
Ha én jövőbe látó lennék, akkor azt mondanám, hogy holnap. A héten volt Varga Mihály miniszter úrnak a meghallgatása a Költségvetési Bizottság előtt. Ott is rákérdeztem pont erre a kérdésre, és ő is azt mondta, hogy reményeik szerint, bár az utolsó határidő az valamikor novemberben volt, amit az Unió szabott, azt gondoljuk, hogy néhány héten belül talán meg tudjuk oldani. A kanyaródóság kialakítása a Dózsa György úton egy átmeneti megoldás, ezt ön is hangsúlyozta, illetve a polgármester úr is mindig hangsúlyozza. Nyilván nem prognosztizálásra vagy jóslásra kérem, de látja-e esetleg azt a lehetőséget, hogy mikor lesz olyan lehetőség, amikor ez egy végleges megoldássá változhat? Hát elég régóta van már olyan terv, amelyik ennek a kereszteződésnek a szintbeli eltolását tartalmazza. Azt hiszem, a polgármester úr is többször elmondta már, hogy a tervek is megvannak, ehhez csak néhány kisajátítást kellene esetleg befejezni ahhoz, hogy ezt meg lehessen oldani. De én azt hiszem, hogy ha a Jóisten is megsegít bennünket, akkor a következő időszakban elkezdődhet ennek a csomópontnak is az átépítése. Mikor, milyen módon jut majd hozzá Vecsés ehhez a pályázati összeghez, illetve mire kívánják majd fordítani? Hát az előkészülető fázisban vagyunk, tehát a pénz nagy része az majd csak a jövőben hívható le. Egyelőre mondjuk egy óvoda tervvel rendelkezünk, ami engedélyes szintű. Az összes többi projektet az konkrétan végig kell vinni, meg kell terveztetni, aztán közbeszereztetni, tehát azért az idő, míg ezt lehívjuk, de óriási dolog, hogy ez a pénz egyáltalán rendelkezésre áll. Ezért nagyon sokat dolgozott az országgyűlési képviselőnk, dr. Szűcs Lajos, nagyon sokat dolgozott Pest megye önkormányzata, és az összes polgármester, mert ennek az első és fontos lépése az volt, hogy ez a régió, tehát Pest megye elváljon és leszakadjon a fővárostól. Így tudtunk ehhez a pénzhez hozzájutni, ez az Európai Fejlesztési Alap, illetve az Európai Szociális Alap, amelyből most több mint 150 milliárd forint jut ide, Pest megyébe, és 12 település között benne vagyunk, amelynek nem kell a nagy kalapból pályázni, hanem ez a 4,5 milliárd forint, ez a mi keretünk, ez Vecsés kerete, amely természetesen azon szempontok alapján kell lehívnunk majd, és olyan szempontok alapján kell elkölteni, amit az Európai Unió előírt nekünk. Tehát gyakorlatilag azért megvannak a fő irányvonalak, hogy mire lehet ezt elhasználni, de a pénz a miénk, és gyakorlatilag erre más nem pályázhat. Hogyha megfelelünk a feltételeknek, akkor mi fogjuk tudni lehívni. Hogy mik ezek a feltételek? Egyrészt az energiahatékonyság nagyon fontos az unió szempontjából, hogy a szénhidrogén felhasználás csökkenjen, a károsanyag kibocsátás csökkenjen, tehát az energiahatékony megoldások, legyen szó egy intézménynek a komplett energetikai felújításáról, a napelemekkel való ellátásáról, kazáncseréről, szigetelésről. Be is írtuk azokat a nagy intézményeinket, láss Szakorosi Rendelőintézet, Petőfi iskola, ahol még ezeket a munkálatokat el lehet végezni. Mindent felsoroltunk, amit csak föl lehetett. Aztán nagyon fontos például, ha a humán infrastruktúra fejlesztés, ez az intézmények közül az óvodákat, bölcsődét érinti, tehát mindjárt két óvodát beírtunk, egy bölcsődét is, hogy ezek mind meg tudjanak valósítani, illetve a városfejlesztési programok, lásd csapadékvíz elvezetés, aztán konferencia központnak a létesítése, fejlesztése, inkább így mondom, mert a Bákon belül erre lehet fordítani, kerékpárutak építése, tehát ilyen célokat lehetett megfogalmazni, ezt szigorúan leszűrték, ellenőrizték, tehát bármit nem lehetett beírni. Én is azt mondanám szívem szerint, adják ide nekünk ezt a 4,5 milliárdot, és majd építünk belőle egy jó aluljárót, de ezt nem lehet. Tehát ez majd egy következő ütem. Vagy adják ide ezt a 4,5 milliárdot, és majd kicseréljük a visszahálózatot, de ez nem így működik. Az Unió meghatároz célokat, és arra kell elkölteni, amire adják, és arra lehet pályázni, amire kiírnak pályázatot. Ezekre a célokra is majd lehet, de ez most nem ennek a 4,5 milliárd forintnak a tárgya. Tehát nagyon örülünk neki, hogy rendelkezésre áll. Óriási dolog, hogy benne vagyunk abban a 12 településbe, amely egy saját kerettel rendelkezik a nagy kalapon belül, és nem kell a többiekkel versenyeznünk. Ők sincsenek kizárva, tehát a többi önkormányzat sincs kizárva, de nekünk ez a keret úgymond rendelkezésre áll, tehát erre csak mi fogunk bemenni. Értelemszerűen a többi megmaradt pályázati pénzre mi már nem pályázhatunk, tehát nekünk ez a keret áll rendelkezésre, ebben benne van a környéken Monor is, Gyál is egyébként, tehát összesen 12 település a megyében. Alapvetően jó hír és fontos hír, hogy 4,5 milliárdos kerethez jutott a város, amit mi fogunk lehívni és elkölteni Vecsésen és Vecsésre. A pályázatot magát úgy hívják, hogy TOP Plus program, tehát a terület és település fejlesztési operatív program. Ennek a keretében tudunk mi pályázatokat benyújtani és ezeket a pénzeket lehívni. Ez hosszú folyamat lesz,
de szeretnénk mi hamarabb elkezdeni, a kész tervekkel fogunk először jelentkezni, lásd mondjuk Bálint Ágnes a Voda, erre van tervünk, vagy csapadékvíz elvezetés, vagy kerékpárutak, ezekre rendelkezünk tervekkel, úgyhogy szeretnénk mi hamarabb ezeket a pénzeket lehívni, de azért ez hosszú folyamat lesz, de nagyon örülünk neki, hiszen nagyon sok pénzt fordított most erre a körzetre és Vecsés városára is a kormány. Egyrészt tanuszod alapkőletétel volt, kézlabda munkacsarnok alapkületétel volt. Bölcsödére is nyertünk pénzt. Úgyhogy ezzel a 4,5 milliárd forinttal azt gondolom, hogy elég jól megalapozhatjuk a következő ciklusnak a fejlesztéseit. November 16-a és 18-a között Vecsésen folytatódott a Hangszert a kézbe programsorozat. A Bálint Ágnes Kulturális Központban több mint 120 hangszerrel ismerkedhettek meg a gyermekek. Ez nem csak egy szimpla kiállítás, ez tulajdonképpen egy interaktív ismeretterjesztő program. Ez Magyarország történetében az első államilag támogatott könnyűzenei program. 2017 óta vagyunk úton az országban, mindenfelé kisebb-nagyobb városokban fölépítjük a kiállítást, és az iskolából érkező gyerekek, akik akár óvodás vagy akár egyetemisták, tehát nagyon széles a ráta, a gyerekek meghallgatnak egy zenei előadást, kvázi egy extra énekórát, ha úgy tetszik, egy könnyű zenével foglalkozó előadást, majd bemennek a kiállító térbe, és kipróbálhatnak több mint 150 hangszert. Ilyenkor segítenek nekik, hogy kell megfogni ezt a hangszert, van egyáltalán erre elég emberük, vagy pedig megnézik, hogy ösztönösen, hogy reagálnak, és Isten igazából ez csak egy ismerkedés, egy nagyon felszínes ismerkedés. Van egy struktúránk arra, körbevezetjük a gyerekeket, minden hangszernél elmondjuk, hogy érdemes kipróbálni, mire vigyázzanak, kábelek ugye ne essenek el, ne tegyék tönkre a hangszert, mihez nyúljanak, mihez nem. Emellett azonban arra az első ősbenyomásra alapozunk, ami annak idején az én generációmnak nem nagyon adatott meg, hiszen a hangszerbólban nem lehetett tapizni a hangszereket, úgyhogy így néztünk mi Rozi a moziban, aztán ha letettük a pénzt a pultra, odaadták a gitár, de akkor meg kellett venni. Tehát, úgyhogy itt igazándiból az érdeklődés felkeltése, az impulzus, az élmény alapú impulzus, hogy hát ha kedvet kap arra, hogy ő művelje a muzsikát ezzel, azzal vagy amazzal a hangszerrel, és megpróbáltunk a könnyű zenei hangszerekből, illetve népzenei hangszerekből egy széles kínálatot elhozni, hogy legyen módjuk válogatni. Nyilván nagyon sok gyermekkel találkoznak egy-egy településen, rengetegen jönnek el egy-egy ilyen programra, és már ennek a hosszú programsorozatnak az eredményeként is már több száz vagy több ezer gyermekkel találkoztak, de van-e erre lehetőség, hogyha valaki úgy fogja meg a hangszert, és esetleg ösztönösen megszólaltatja, akkor kiszűrnek egy-egy tehetséget? Szoktunk segíteni, meg van, hogy leülünk játszani velük, vagy ilyesmi, de a nem sokára elinduló alapfokú könnyűzenei országos képzésnek lesz majd a feladata, hogy a megszólított és megtalált gyerekeket iskolai formátumban közvetlenül könnyűzenei oktatásba részesítse, ha esetleg arra van igény. Tehát tudjuk, hogy jelenleg lehet népzenét, klasszikus zenét tanulni iskolákba, de könnyűzenét csak nagyon elvétve néhány alapítványi iskola. A Hangszert a kézben rendezvény sorozat tulajdonképpen egy figyelemfelkeltő ismeretterjesztő turné, amelynek a folyamányaként az elinduló könnyűzenei alapfokú oktatás lehetőséget fog adni arra, hogy a gyerekek iskolai szinten többször rendszeresen neves előadóktól és egy egységes tanrend alapján könnyűzenét tanuljanak. És nem csak pengetős hangszerekkel ismerkedhetnek meg, hanem még több száz másikkal is. Igen, mindenféle van, elektromos gitár, billentyű, basszusgitár, dob, ugye a dobokat nyilván fejhallgatóval, mert az egy elég kellemetlen dolog lenne, de hoztunk megmutatni dobszerelést, ezen kívül DJ felszereléseink vannak, segítséget nyújtunk házi stúdiózásban, ha valaki professzionális már, és elakadt valamiben, arra is van felszerelésünk kollégánk, és természetesen az elektromos zongorák, mindenféle, tehát széles választék a hangszereknek. Ön egy képzett és profi zenész. Mit jelent ön számára ez a kezdeményezés? Hát nekem az egyik legnagyobb élmény az életemben az, hogy mivel itt majdnem mindannyian tanárok vagyunk, vagy zenetanárok, vagy fellépők, tehát zenészek, nagyon nagy élményt jelent az, hogy
hogy amivel én privát is foglalkozok, az most egy ilyen kicsit intézményesített formában nagyon sok, hát ugye túl vagyunk a 110 ezredik látogató, tehát itt 100 ezer gyerekről beszélünk, akivel lehetett összemosolyogni, mutatni egy akkordot neki, játszani nekik egy kicsit, tehát ez egy óriási élmény, egy kicsit szélesebb szintéren zajlik, mint amit egyébként a hétköznapokban privát csinál az ember. November 21-e a televíziózás világnapja. Ebből az alkalomból felidézünk egy rendhagyó tárlatot, melyet a Williams Televízió tulajdonosa Kortye Vilmos mutatott be 2016-ban a Vecsési kiállítóteremben. A szórakoztató elektronikai eszközök kiállítására régi rádiókkal, televíziókkal és más retro műszaki cikkekkel jött el. A különleges tárlaton a múlt hangjai és képei is megelevenedtek. Rendhagyó kiállítás, régi elektronikai készülékek, rádió, televíziók lesznek kiállítva. Kicsit visszaidézzük a akkori múltat, honnan indult a távközlés, időzőjelben mondhatnám, mivel én a Gelkánál dolgoztam hosszú éveken keresztül, és utána lettem, mint vállalkozó, és így arra gondoltam, hogy kellene egy olyan kiállítást tervezni, rendezni itt Vecsésen, ami nem festményekről, nem szobrokról, hanem ezekről az elektronikai készülékekről, tévékről, lemezjátszókról, rájukról szól. És Görögbélet megkerestem tavaly, mondta, figyelj Béla, mi van, ha lenne egy ilyen? Nem. Aztán kaptam egy hónap ezelőtt egy telefont, Béla telefonált, hogy te Fili, csinálunk egy ilyen kiállítást, mert van értelme. Mert azért sokan nem tudják, hogy a mai számítógépes világban annak idején hogyan indult az elektronikai korszak, a hírközlés, mert ha az előbb beszélgettünk, miatt a felvétel volt, hogy igen, abban az időben a rádión keresztül kaptunk információkat. Az háziasszonyok a konyhába, amikor főztek, akkor a rádiót hallgatták. Például minden vasárnap meg szombaton volt a délben a Jó Ebites Szolnóta, én nagyon már is ezt hallgattam. Tehát ezen gondolkodtunk rajta, akkor legyen egy kiállítás, ilyen elektronikai kiállítás. Milyen kuriózumokat láthat majd a nagy közönség, illetve elsősorban kiknek szól? Mert az ember hirtelen első blikre azt feltételezné, hogy kizárólag műszaki érdeklődésűeknek. Én úgy gondolom, hogy a mai világban a nosztalgia világát éri az ember. És idősebb korosztály, nálamnál jóval idősebb korosztály, meg a mi korosztályunk is nagyon kellemesen emlékezik vissza akár a 60-as, 70-es évekre, vagy az idősebbek a még régebbi időkre, és a mai fiatalok lehet, hogy nem is tudják, hogy honnan indult az alap, mert hát fölmegyünk a Facebookra, fölmegyünk a számítógépre, és ott mindent megtalálunk. Igen, de élőbe ezek a készülékekkel nem találkoznak. És megpróbáljuk bemutatni ezeket a készüléket úgy, hogy meg is szólalnak majd ezen a kiállításán, tehát visszaadja az eredeti nosztalgia hangulatát ezek a készülékek. Milyen televíziókat, rádiókat mutat majd be? Tudna esetleg kiemelni egy-egy kuriózumot? Akár a koruk miatt, hogy nagyon idős szerkezetek, vagy pedig olyan monstrumok, hogy alig lehet megemelni, és ugye ma meg már még a zsebrádió is szinte ústinak számít. Nagyon szerencsés voltam, mivel én elvégeztem a szakközépiskolát, annak idején is a GLK-nál kezdtem, tudni kell, hogy a GLK az egy karbantható vállalat volt annak idején, és elektronikai készülékek a javítással foglalkozott rádiók, televíziók, magnók, lemezjátszók, és egyéb ilyen háztartási gépeknek a javításával. És annak idején nagyon sok ezeket a készüléket mind javítottuk, ami a kiállításon majd láthatók. Visszamegyünk majdnem a kezdetek korba, amikor a rádiók, hát már amikor elterjedtek itt Magyarországon, tehát a második világháborús korszaktól egész napjainkig lesz látható a kiállításon termék. Nagyon érdekes, hogy a mai világunkban egyetlen terméket fogunk csak mutatni, hát ez egy LCD televízió lesz, de a többiek azok mind a régi időkből fognak egy ilyen, mondhatnám azt, hogy időutazást. Tehát a szallagos magnótól egész a kazettás magnóig, a régi a Mambo magnó, a Pacsita rádió, annak idején mi azon kezdtünk el zenélni, és azon kezdtük el hallgatni a Szabad Európa rádiót, Cseke Lászlót, Komjáti Györgyöt. Tehát visszatérve, ezek a készülékek lesznek, tehát lemezjátszók, Tesla, BRG, és nagyon fontos, hogy abban az időben volt egy nagyon nagy ország, úgy hívták a Szovjetunió, és itt Magyarországon ezeket a hirdetési termékeket hát árulták, és ezen hallgattunk mi nagyon sok mindent, tehát a Szokor rádiónak minden változatát, Junos televízió, tehát nagyon sok. Nagyon régi televíziók, mint a Tavasz,
a Duna, a Kiékes, ezekkel mind találkozhatnak itt a kiállításon a résztvevők és a látogatók. Gondolom, hogy ha most itt a műszaki termékek sokaságában megfognék egyet, akkor arról is minimum fél óránál tudna beszélni, és különböző élményeket tudna feleleveníteni azzal kapcsolatban. Mint televízió szerelő, milyen emlékezetes élményei vannak, amelyek közül esetleg egyet el is mondana nekünk? Nagyon érdekes, hogy minden jobban öregszik az ember, annál több régi gondolatok kerülnek napvilágra. Én a Gerkánál dolgoztam, Mondron. Kispesten kezdtem, de Mondorra kerültem be, és kiszerelő műszerész voltam, televíziókat javítottunk. És volt egy címem, ami úgy hangzott, hogy Cinka Panna utca. Nevet most nem mondok, hogy kicsoda, micsoda. Egy Videoton televíziónak a javítása volt, elmentem a címre, Trabanttal voltunk abban az időben, hát az volt a kiszálló autónk. Bementem a házba, az ügyfél fogadott, tudni kell róla, hogy sötét van a szobában, hátul a sarokban az ablak alatt lehúzva a redőny, egy fekete-fehér csöves Videoton televízió, rajta a megszokott művirágok, bologató kutya, egyéb ilyen dolgok, meg egy kiló por, de hátul le volt véve. Megfordítom a televíziót, szólok az ügyfélnek, hogy tessék, mert van egy kis probléma. Azt mondja, mi a probléma? Hát mondom, az a probléma, hogy megdöglött a meghajtó. Azt mondja, milyen meghajtó? Hát mondom, hogy a sorkimenőnél mondom, hogy egér van, és agyonvágta a nagy feszt, és nem működik a tévé. Semmi gond, mindjárt fogunk egy másikat. És lehajolt, és fogott egy egeret. Mondom, ez köszönöm szépen. Úgyhogy ez egy érdekes, de rengeteg ilyen sztori van még a régi időkből, de ez úgy megmaradt, és azért mindenkinek el szoktam mesélni, hogy hát az ilyenek is megtörténnek velünk annak idején, mint egy gyelkás kiszálló műszerészre. Én magam is a múlt században születtem. Akkor még volt olyan, hogy házilag úgy javítottuk a televíziót, hogy fogtuk, és vagy a tetejére, vagy az oldalára jól rácsaptunk egyet, tehát volt, amikor a szerviz ennyiből állt. Ez mennyire volt gyakori akkoriban? Ez szaknyelven úgy még, hogy KH. Tehát amikor kontakthibáról beszélünk, és vagy oldalba csapjuk a televíziót, vagy hátulról, stb. Szóval az igazság, hogy érdekes dolog. A javításnál kocogtatni kell valamit, hogy magát a kontakthibát, hogy fel tudjuk mérni, hogy honnan származik. Ugyanúgy kocogtatni kell, csak nem mondom, hogy erővel. De utána ezt meg kell szüntetni, ezt a kontakthibát, vagy egy forrasztásiba, vagy például régen az elektroncsövek voltak ilyen kontakthibások. Úgyhogy ez egy megoldás volt, mert mindig mondta az ügyfél, hogy semmi probléma, ide kell ütni, és utána működik egy évig, vagy fél évig. Volt, aki kitámasztotta egy fogpiszkálóval, például a lemezjátszónak a tűnek a belső részét, hogy hozzáérjen a tű a lemezhez, de nem megoldás ez. Még egyszer, tehát akkor a kiállítás időpontja? A kiállítás április 29-én lesz, Vecsésen, itt a kiállítóteremben, és mindenkit szeretettel várjuk, hogy kicsit nosztalgiázni szeretne a múltba. November 16-án könyvbemutatót tartottak a könyvtárban. Kis Gábor legújabb helytörténeti kiadványát, a Halmi József és családja című könyvet ismerhették meg az érdeklődők. A szerzőt Vadászi Mária, a Róder Imre Városi Könyvtár vezetője vezette fel. Kis Gábor magyar történelem szokos tanár, a honismereti kör elnöke, Szombathelyen született. 2003-ban került Vecsésre, ahol a gróf Andrássy Gyula általános iskolába tanít. Rendszeres publikációs tevékenységet végez, és sok új ismerettel gazdagította Vecsés történetét. Szívügyének tekinti a helyismereti kutatást. Könyvtárunk több esetben is helyet adott helytörténeti előadásainak, szigorúan 45 percben, mivel tanárként erre van kalibrálva. Előadásait mindig a széles régiós, egyben országos kontextusba helyezi. Vecsés legnagyobb földbirtokos családjáról, a Halmi Dej családról kutatásai során sok rejtve maradt forrás talált, és most ezt jelentette meg könyv formájában, Vecsésváros önkormányzatának támogatásával. Magához a könyv szerkezetéhez egy minimális kis ismertetőt szeretnék mondani. Azt figyeltem meg, hogy a ma embere az mindent nagyon gyorsan csinál, és itt Dosztojevszkij kiállítás van körülöttem, ami két szempontból is fontos. Az egyik, hogy Dosztojevszkij regényei nagyon vastagok, viszont nagyon olvashatóak. Az én könyvem nem vastag, remélem, hogy olvasható, és fejezetekre, rövid fejezetekre bomlik. Tehát magát a 7 fejezetet is lebontottam rövid fejezetekre. Igazából bárhol kinyitható, és bárhol olvasható. Ha az ember csak egyetlen egy kis részt olvas el belőle, mondjuk Schlossberger nagyszülők, akkor is kapott egy kis képet, egy szeletet Halmi József történetéből. A könyv mikor véget ér,
egy időrenddel fejeződik be, az időrend mögött egy családfa található, a családfa mögött pedig források találhatóak. Próbáltam minél bőségesebben hivatkozni, itt tulajdonképpen 500 fölött van a hivatkozások száma, és hátul van egy 12 oldalas forrásjegyzék. Nem bontottam ki minden történetet, mert nem is tudtam kibontani, ahhoz még több évre lesz szükség, hogy ez az egész letisztuljon. Viszont, hogyha valakit érdekel egy-egy téma, akkor a nyomába eredhet, ott vannak a források, hogy hol indulhat el, és mit kell hozzá olvasni, és akkor hát, ha olyan dolgok jutnak eszébe, ami nekem abszolút nem, sőt biztos, hogy olyan dolgok fognak eszetekbe jutni, ami nekem nem jutott eszembe. Na, kezdjük el, szóval Halmi József és családja. Könyv borítója a kezemben is látható. Mi a Halmi telepen élünk, mögöttünk a kiserdő. Nagyon sokat sétáltam a feleségemmel itt a kiserdőbe karantén idején. Tulajdonképpen ez a könyv is a Covid alatt íródott, az első, második, harmadik hullám alatt. És a legelső hullám, hogyha még visszaemlékezünk rá, akkor az egy ilyen hatalmas félelem volt, nem tudtuk, hogy mivel nézünk szembe, nem tudtuk, hogy hova mehetünk el. Úgyhogy mi minden reggel úgy kezdtük a napot, hogy ide mentünk ki hátra, és így született ez a fénykép is, teljesen véletlenül sétáltunk és Jüci fotózott párat. Nagyon megtetszett nekem ez a kép, meg főleg Jucinak az ötlete, ő a feleségem, hogy legyen ez a könyvnek a borítója. És nekem továbbra is ez egy külön 45 perc témája, hogy én mit látok benne. A bevezetésnek nem azt a címet adtam, hogy bevezetés, hanem azt a címet adtam, hogy halom. Halmi Józsefről és a családjáról szól ez a könyv, és tulajdonképpen, hogy megértsük, hogy a Halmi nevet miért választotta, én egy külön kis tanulmányt szenteltem Halom falunak. Halom falu elhelyezkedését látjuk itt, Vecsés és Gyál között volt a középkori falucska. Itt van közöttünk Koncsik Sándor, ez az ő fényképe a 2010-es évekből, ez a Halom falu templom dombja egy jó kis képen, és akkor van még egy képünk a templom dombról. Nem az a témán most, hogy én mind a 80 ezer diáról külön-külön előadást tartsak, a könyvet szeretném bemutatni, és Halomfalu kapcsán gondoltam, hogy hozok még egy fotót, ezt Várszegi Gyuri fotózta 2020 decemberében, globális felmelegedés van, decemberhez képest nagyon jó az idő, és a kutya nagyon megdobja a képet. Tehát ez a halomi templomdom, körülötte Halomfalu a föld alatt valahol, és ez a falu adta a nevet a Halmi családnak, és akkor elkezdődik az igazi történet. November 14-én volt a diabétesz világnapja. A cukorbetegség ma már lassan népbetegség. A kialakulásáról, megelőzéséről és kezeléséről kérdeztük a Vecsési Szakorvosi Rendelőintézetben dr. Pap Zsolt belgyógyász diabetológust. Mi a diabétesz, illetve mikor éljünk a gyanúperrel otthon, hogyha milyen tüneteink vannak? Jó napot kívánok! Cukorbetegség, a diabetes mellitus, az alapvetően egy anyagcserebetegség, ami legfőképpen magas vércukorszinttel jár, és hát igazából azokat a betegeket fogadjuk és kezeljük az ambulanciánkon, akiknek ezzel a diabetesszel van problémájuk. Általában a betegek háziorvostól kerülnek be a szakrendelésre, általában a háziorvosnál már megtörténik a diabetes diagnózisának a felállítása. Itt inkább a kezelésnek a folytatása, illetve a betegeknek az oktatása, edukálása, menedzselése zajlik a szakrendelésen. Mik a diabétesz tünetei? Hát a klasszikus tünetek közé ugye elsősorban a bőséges folyadékfogyasztást tekintjük, ez napi szinten egy 5-6 liter folyadékfogyasztást jelent, egy bőséges vizeletürítés jelent, amikor a betegnek feltűnik, hogy nagyon sokat kell járni a pisilni, a vécére, illetve amikor a betegnek például megmagyarázhatatlan, megfelelő étkezés mellett is egy jelentős fogyása indul be. Klasszikus tünet szokott lenni a különböző bőrfertőzések, amik felvetik a gyanút, hogy cukorbetegségről lehet szó. Körülbelül ennyi a főbb tünetek, amik felvetik a gyanút. Illetve hát vannak olyan veszélyeztetett korosztályok, 45 éven felettiek, akinek a családjában volt cukorbetegség, aki egy nagy súllyal született magzat, akinek a terhessége során volt cukorbetegsége, ez mind-mind felveti annak a gyanúját, illetve annak a szükségességét, hogy ezek az emberek fokozatosan figyeljenek oda a vércukrukra, és időnként ellenőriztessék ezt a háziorvosukkal. A diabétesz egyébként örökletes betegség, vagy hajlam, vagy pedig az életmód alakítja ki? Alapvetően tudjuk azt mondani, hogy mindegyiknek fontos szerepe van benne. Ugye itt elsősorban a kettes típusú cukorbetegségről beszélünk, és a betegeinknek a 90-95%-a kettes típusú cukorbeteg, amit kicsit egyszerűsítve tudunk úgy fogalmazni, hogy ez az idősebb korba kialakuló cukorbetegség.
bár ma már egyre gyakrabban találkozunk olyan betegekkel, akiknek fiatalabb korban, 40-50 éves korukban derül ki a cukorbetegségük. Alapvetően van egy genetikai hajlam, egy genetikai determináltság, és ehhez rakódnak hozzá azok a környezeti faktorok, életmód, mozgás, munka, étkezés, étrend, ami aztán provokálja, illetve előhozza ezt a cukorbetegséget, és ebből következik természetesen a legjobb megelőzés, az a mindig odafigyelünk a mozgásunkra, odafigyelünk az étkezésünkre, a stresszes állapotainkra, és ezeket időben tartósan kordában tudjuk tartani, akkor alapvetően ez a cukorbetegség előjövetelének időpontja kitolható időben. Hogyha esetleg gyerekkorban jelentkezik, vagy netán terhesség idején, akkor ez elmúlhat, megszűnhet? A gyermekkori, és itt általában az egyes típusú cukorbetegségről beszélünk, itt alapvetően inzulin hiánya van a betegnek, itt nem várhatjuk azt, hogy ez a betegség megszűnjön. Azoknál, akiknek terhesség alatt alakul ki cukorbetegségük, ott azt a tapasztalatunk is általában úgy zajlik a történet, hogy egy ideig rendeződik az anyagcsere, de később évben számíthatunk arra, hogy a betegnél újra előjön, hiszen a cukorbetegség alapvetően nem egy meggyógyuló betegség, hanem úgy szoktuk mondani, hogy egyensúlyba kerül, és ha egyensúlyba kerül, diétával, mozgásban egyensúlyba tartható, akkor sokáig el van így a beteg, és akkor van egy pont, amikor ez felborul, és akkor lépünk még be pluszba különböző terápiás lehetőségekkel. Tehát nem gyógyítható, maximum szinten tartható. Igen, ezt így lehet elmondani. Alapvetően a cukorbetegség egy progresszív betegség, és hát a mi munkánk abban van, hogy ezt a progressziót minél jobban megpróbáljuk lassítani, ezt a folyamatot. Vecsésen mi a tapasztalat? 2013 óta rendel itt a vecsési szakrendelőben. Hogyan alakult a betegek száma és az életkora? Folyamatosan gyarapodik a betegkörünk, és újabb-újabb kapacitást kell megnyitnunk, hogy a cukorbetegeinket el tudjuk látni. Szoktam úgy fogalmazni, hogy sajnos a cukorbetegség a fertőző betegségeket megszényedítő módon tud terjedni, pedig hát nem egy fertőző betegségről van szó természetesen. Nagyon sok a cukorbeteg, hál' Istennek nagyon sok cukorbeteget diagnosztizálunk időben és korai stádiumban, ez azért jó, hogy a későbbi szövődményeket meg tudjuk előzni, vagy ezeknek a kialakulását minél későbbre tevődjön az adott páciensnél, de alapvetően bővül a betegkörünk sajnos. Talán lehet azt mondani, hogy egy házorsi praxisban talán a második leggyakoribb betegség a magas vérnyomás után a cukorbetegség. Az életkora, ahogy mondta, inkább az idősebbekre jellemző? Alapvetően az itt idősekre jellemző, de egyre több fiatal beteget találunk, aki jár hozzánk gondozásra. Milyen megelőzési módszereket, praktikákat tudna javasolni, hogy minél kevesebben találkozzanak önnel személyesen itt a rendelőben? Hát alapvetően mindenképpen az életmódkezelés az, amit a kulcs szerepet játszik ebben. Itt értem ezen a megfelelő táplálkozást, tehát a rendszeres étkezést. Ezen röviden, ha két mondatot mondhatok róla, ez elsősorban arról szól, hogy reggelizünk, méghozzá időben reggelizünk, reggel olyan 7 óra környékén, tartunk egy ebédet dél és 2 óra között, és van egy vacsora 5 és 7 óra között, ami viszont nem egy bőséges vacsorát jelent, és hazamegyünk és megesszük a fél hűtőt, hanem egy könnyed vacsorát jelent a betegeinknél. Nagyon fontos ehhez a megfelelő mozgás is. Nem elég a mozgásnak tekinteni a munkából, vagy a mindennapi tevékenységünkből, háztartási munkából adódó mozgást, hanem erre azt szoktuk javasolni egy hetente 3-szor, egy fél órát, órát, aktívan egy kikapcsolódó mozgást kell végezni a betegnek, vagy pontosabban, aki még nem beteg, annak is. Itt értem ezen a sétát, a biciklizést, az úszást, kirándulást, bármiféle természetes mozgásformát. Édesség? Édességen mindig azt szoktam mondani, hogy a beteg vagy a páciens semmitől nincs eltiltva. Ha ezt megfelelően tudjuk kontrollálni, hogy milyen mennyiségben fogyasztjuk, akkor természetesen lehet az étkezésünknek a része. Itt mindig érvényesül a valamit valamiért elv, tehát ha egy kicsit bűnöztünk édességben, ha azt ledolgozzuk, lesportoljuk, vagy ha egy kicsit kevesebbet étkezünk és mellé rakjuk a pici édességet, akkor bele kell férnie az étrendbe. A kezeléshez mindenképpen hozzátartozik az injekciós tű, avagy van-e esetleg ennek valamilyen más formája is? Hát ma már azért a betegeink többsége nem injekcióval kezdi, hál' Istennek, a terápiás pályafutását, hanem azért nagyon sokfajta és nagyon sok széleskörű gyógyszeres paletta áll rendelkezésünkre. Igazából a diabetes kezelése az egy
forradalmat ér meg napjaimban, hiszen folyamatosan bővülnek a terápiás lehetőségeink, de emellett nem elhagyható és nem elhanyagolható az életmódkezelés, erre építjük rá a tablettás kezeléseket, és amennyiben ez elégtelen, és a betegnek nem tudunk egy megfelelő anyagcserét biztosítani, akkor szükség van az injekciós kezelés bevezetésére. Az alternatív megoldásokról mi a véleménye? Alapvetően az alternatív megoldási lehetőségeinkről elég kevés a tudományos ismereteink. Ebből kifolyólag vannak olyan módszerek, amikre azt szoktam mondani a betegeknek, hogy kipróbálhatják, használják, és hát a labor eredmények, vércukor eredmények pedig megmutatják, hogy ezek mennyire működnek. Itt is igaz az a fenntartás, hogy ha a beteg nem rakja mellé az életmódkezelést, akkor az alternatív megoldások sem fognak segíteni. Névje című rovatunkban egy olyan hölgyet mutatunk be, aki polgári búcsúztatóként vesz részt gyászszertartásokon. Gohér Zsuzsát ismerhetik meg. Üdvözlöm Önöket, a Vecsési Magazint látják. Névje című rovatunk ezúttal rendhagyó lesz, hiszen itt állunk a temetőben, a ravatalozónál. Beszélgető partnerem pedig Gohér Zsuzsanna, aki polgári búcsúztatókat szokott mondani gyászszertartásokon. Üdvözlöm. Én is üdvözlöm, Krisztina. Meghitt a helyszín, de ez az Ön munkahelye, hogy így mondjam, nem csak a Vecsési temető, hanem a környező településeké is. Mi konkrétan az Ön választott feladata? Nagyon köszönöm a kérdést, és elsősorban azt, hogy nem munkát mondott, hanem feladatot, mert a polgári búcsúztatás valóban az nem megélhetési forrás, elsősorban nem munka, még csak nem is hivatás, hanem egy életfeladat. Konkrétan annyiban tér el a hagyományos és megszokott egyházi szertartásoktól, hogy egy igény hívta létre életre, amely abból táplálkozott, hogy minél személyesebb és személyre szabottabb legyen a végső búcsúzás. Tehát, hogy a végtisztesség tisztesség legyen, sok ember számára ez összekapcsolódik azzal, hogy több mindent megtudjunk az elhunytról, az ő hozzátartozójukról. Az egy bevett szokás, főleg ugye, hogyha vallásos volt, vagy a család, vagy a maga az elhunyt, hogy egy lelkész, egy lelkipásztor mondja ezt a beszédet, és ő is von bele természetszerűleg személyes momentumokat. Az Ön feladata miben más, akár a felkészülés, akár a szövegezés terén? Abban, hogy nem költ és nem szabályoz az egyházi liturgia, nincsenek kötelmek. Természetesen vannak kötelmek, amelyeket a család, a gyászoló család állít fel, és én azokhoz igyekszem alkalmazkodni. Itt teljes egészében az elhunytról van szó, és azokról a dolgokról, amelyeket a családja vele kapcsolatban hallani szeretne, az utolsó szó vagyok közöttük és a hozzátartozójuk között. Hány éve ez az Ön feladata? Több mint 20 éve. Ezzel foglalkozom. Fiatal lány lehetett, amikor elkezdte. Milyen indítatásból lesz valaki ilyen szomorú feladat hordozója? Én azt gondolom, hogy mindig, ha az ember a helyén van az életben, akkor a feladat választ bennünket, és nem feltétlenül mi választjuk a feladatot. Kellett hozzá egyfajta képesség talán, csak nem szeretnék szerénytelennek látszani, tehát az, hogy ne féljünk emberek előtt megszólalni, ne féljünk egy ilyen különleges és speciális élethelyzetben velük kapcsolatot teremteni, mert ez egy nagyon nehéz dolog. És az motivált, az vezérelt mindvégig, hogy az ő elképzeléseiknek megfelelően tudjanak elbúcsúzni a hozzátartozójuktól. Tehát én ezt tartottam egy nagyon fontos szempontnak, és ennek rendeltem alá a feladataim végzését, az életemet. De mégiscsak egy fiatal 20 éves lány volt, aki lehetett volna akár lakberendező, fodrász, kozmetikus, külkereskedő, bármi, még sorolhatnánk az úgymond divatos szakmákat. Az, hogy valaki polgári búcsúztató legyen, az nem gondolom, hogy gyerekkori álom. Tehát volt esetleg valamilyen olyan élménye, ami ezt az egészet elindította? Nem konkrét élmény volt az, ami ide vezetett. Mindig is vonzott az irodalom, mindig is foglalkoztam ezzel. Tehát ahhoz, hogy valaki a polgári búcsúztatással foglalkozzon, kell egyfajta folyamatos önképzés, amihez hozzátartozik, hogy nem elég 3 könyvet elolvasni, amiből az utolsó a Kincskereső kiskönyvben volt 5. osztályban, hanem ez egy állandó irodalom felé fordulást jelent. Ezzel nem azt szeretném mondani, hogy maga a búcsúbeszéd idézetek láncolata, és nincsenek benne önálló gondolatok, vagy bármi hasonló, de bizony fontos és számít, hogy valakinek milyen a szókincse, hogy hogyan fogalmaz, hogy hogyan tudja
mondatokká formálni azokat az érzéseket, amit egy gyászoló hozzátartozó ebben a speciális helyzetben esetleg nem tud, vagy nem szeretne megtenni. Tehát mindig közel voltam ehhez, esküvőkön szavaltam, és annak idején az irodalomtanárom mutatott rá először arra, hogy talán ezzel kellene foglalkoznom, akkor még komolyan sem vettem. De aztán mindig erre felé terelt az élet, és aztán meg kell értenünk azt, hogyha ott a feladatunk, ahová szólítanak bennünket. Én azt gondolom, hogy a helyemen vagyok. Ez a lényeg. Nyilván mondjuk az esküvőkön való versmondás az egy vidámabb történet lehetett. Hogyan emlékszik vissza az első polgári búcsúztatójára? Hogyan zajlott maga a felkérés? Nyilván ez az első élmény, ez örökre nyomot hagyott, és hát meghatározta azt, hogy ez már ugye 20 éve tart. Igen, azt tudom mondani, hogy nem csak az elsőre emlékszem, hanem ha nagyon mélyre nyúlok valahová az agyam hátsó kis részeiben, akkor szerintem mindegyikre. Az első azért volt meghatározó, mert ott próbáltam meg magamat. Tehát ott szembesültem azzal, hogy mi mindent jelent ez egy gyászoló család számára. Egy idős bácsit kellett utolsó útjára kísérnem, és akkor szembesültem azzal is, hogy bárhány éves az, aki hozzánk tartozott, ha 90 elmúlt, akkor is ugyanolyan fontos nekünk, mert akit szeret az ember, annak az életéből 100 év is kevés. Tényleg meghatározó élmény volt, és soha nem fogom elfelejteni, ahogyan a családját sem. Talán nagyon morbid ez a kérdés, de fel kell tennem, ön azokat az embereket, akikről beszél, akiket bemutat, akitől a család nevében elbúcsúzik, halála után ismeri meg őket, ugye a család szemüvege és szíve révén. Hogyan zajlik maga ez a felkészülés? Tehát kap ön egy megbízást, és akkor nyilván egy gyászoló családdal önnek beszélnie kell, beszéltetnie kell őket, és valahol egy kicsit irányítani is. Igazán arra törekszem, hogy az ő otthonukban, az ő számukra kedvező körülmények között keressen fel őket, vagy egy általuk választott helyszínen. Természetesen ezt nem mindenki szeretné, akkor nyilvánvalóan van arra lehetőség, és volt is mindig, hogy akár telefonon, akár bármilyen más módon egyeztessünk, de talán a legjobb és a legmegfelelőbb módja ennek az, hogyha mi személyesen leülünk, és mindent megbeszélünk, ami az elhunytal kapcsolatos, amit ők szeretnének. Nagyon jól fogalmazott, hogy a család szemüvegén keresztül ismerem meg őt. Egyszer fel is tették azt a kérdést nekem, hogy ha én konkrétan tudom, hogy az elhunyt viselt dolgai esetleg nem túl szép dolgok, akkor én mit teszek? És én természetesen azt teszem, amit a családja kér és mond. Tehát abszolút az igényeikhez igyekszem alkalmazkodni. Természetesen kell terelni, kell irányítani, és kell tudni kérdezni ahhoz, hogy ez hatékony és tényleg egy megfelelő dolog legyen, hogy aki eljön arra az adott temetésre vagy búcsúztatásra, az úgy érezze, ha nem is ismerte az elhunytat, hogy kicsit jobban megismerhette őt, és én is, magam is erre törekszem. Adódott-e olyan szituáció, amikor valamilyen oknál fogva mégis nemet mondott, vagy nemet kellett, hogy mondjon? Nem. Megfogadtam, amikor elkezdtem, hogy senkit sem fogok elutasítani. Akkor sem, hogyha nekem az bármilyen személyes élethelyzetem, vagy bármi miatt kellemetlen, vagy kényelmetlen, vagy nehéz, én nem mondtam nemet senkinek. Miből lehet motivációt szerezni, inspirációt szerezni, illetve lelki erőt, mert ugye az ember úgy szereti a munkáját végezni, a hivatását vagy a feladatát, ahogy ön fogalmaz, hogyha van benne valahol egy folyamatos feltöltődés vagy sikerélmény. De hát az ön esetében milyen esetben beszélhetünk sikerélményről, feltöltődésről, hiszen a gyász állapotában általában az érintettek, és mondhatni azt, hogy az esetek 100%-ában nem éppen olyan lelki állapotban vannak, amiből ön esetleg erőt meríthet. Nagyon nehéz töltődni és erőt meríteni, de amikor úgy érzem, hogy nagyon nehéz, akkor arra szoktam gondolni, hogy nem nekem a legnehezebb abban az adott helyzetben. Tehát szem előtt tartom, hogy nekik milyen érzés ez az egész. És végtelenül megtisztelő és egy megható dolog az, hogy valaki egy ilyen súlyú feladatot rám bíz. Tehát ez egy abszolút megismételhetetlen, visszahozhatatlan alkalom, és hogyha valaki úgy gondolja, hogy én arra méltó vagyok, hogy ebben tudjak segíteni, akkor mindent megteszek, hogy a bizalmára rászolgáljak, és felemeli az embert. Tehát nem
nem a nehézségét érzi, hanem a szépségét. És igen, nyilvánvalóan nem úgy van sikerélmény benne, ahogyan egy színpadi előadás végén tapsolnak, vagy bármi hasonló, de rengetegszer megköszönik nekem azt, hogy méltó volt az elhunyt emlékéhez maga a szertartás, a búcsúztatás, és ez nekem egy fantasztikusan nagy dolog. Én azt érzem, hogy minden nap kiteljesítem az életemet, azt csinálom, amit szeretek, és ezzel ráadásul segíteni tudok másoknak. Rendkívül önfeláldozó lehet legalábbis az alapján, amit így elmond, hiszen az emberek általában nem szeretnek temetésre menni, pláne nem választanak olyan hivatást civilként, tehát nem egyházi végzettsége van, ami ehhez kötődik. Mégis minden nap, vagy legalábbis a hét nagy részén öntemetőben van, és szomorú embereket lát. Most többféleképpen megfogalmazhatnám a kérdést, de miért csinálja? Mert szeretem az embereket, és akkor is, ha néha nem értem őket, akkor is szeretem őket, és mert azt gondolom, hogy az, hogy kinek a keze között születünk a világra, és ki kísér az utolsó útunkon, ez nagyon fontos dolog. És aki elment, ő már nem tudja elmondani, hogy más szeretne, hogy szeretné, és az én feladatom az, hogy a szeretteivel karöltve együtt kitaláljam, hogy ő vajon hogy gondolta, mint gondolta, amikor ez sikerül, és érezni szoktam, hogy sikerül, akkor az egy fantasztikus dolog. Nem vagyok egyébként önfeláldozó, tehát nem vagyok sem mártír típus, sem egy egyszerű ember vagyok, minden gyarlóságommal együtt is, viszont azt gondolom, hogy nem is, ezt nem érzi egy idő után az ember áldozatnak, vagy önfeláldozásnak, hanem én megtiszteltetésnek. Nagyon nehéz lehet a hozzátartozóknak is egyetlen egy beszédbe belesűríteni egy ember életét, a jó cselekedeteit, az esetleges hibáit, de azt, hogy ő tanult belőlük, továbbítani információkat. Általában hány perc áll rendelkezésre egy ilyen beszéd elmondásához, és milyen információkra van szüksége? Abszolút képlékeny dolog, tehát meghatározza a helyszín, meghatározza az adott temető, hiszen a budapesti temetőkben sokkal kevesebb idő áll rendelkezésre, mint vidéken, ahol egészen rugalmasan kezelik ezeket az elképzeléseket a család részéről. Nagyon nehéz, sőt szinte lehetetlen, mert ha belegondolunk, egy ember életét órákban sem lehetne visszaadni, könyvet lehetne írni mindenkiről, mert minden sors egy regény. De mindig jelzem azt a családok felé, hogy nem egy adathalmazt kérünk. Tehát nem arra van szükség, hogy egy önéletrajzot írjunk meg, és nem arra, hogy egy állásinterjúra készüljünk föl. Nem annyira a tólig időtartamok és évszámok számítanak, hanem az ember maga. És aztán ebben mindenki azt tesz bele, és azt szeretne hallani, ami számára igazán fontos volt. Nagyon nehéz. Általában egy fél órás az az időtartam, amiben muszáj volna ezt összefoglalni, és ezt a fél órát nem véletlen mondom, hanem mert a tapasztalataim alapján az ember szíve úgy védekezik egy idő után, hogy becsuk a füle. Tehát ennél messzebbre nyúló időtartamban én bármit mondok, szinte felfoghatatlan és megérthetetlen, meghallhatatlan, mert már nem bírják érzelmileg tovább. És ön hogy bírja érzelmileg? Hiszen nyilván empátiával át kell élni azt, amit elmondanak a hozzátartozók, amikor ezt a beszédet elmondja, akkor az ön hangulatának is bele kell, hogy illeszkedjen abba az adott szomorú közegbe, de ugyanakkor önnek is védenie kell a saját szívét, illetve azt is, hogy az éjszakái úgy teljenek, hogy a saját maga életével tudjon foglalkozni, a saját maga álmait tudja álmodni. Nem mondom azt, hogy könnyű. De valóban így van, tehát az embernek töltekeznie kell, kit a természet tölt fel, kit a zenehallgatás, az irodalom, a kulturális élmények, engem minden zanzásítva körülbelül, tehát mindig érzem azt, hogy kicsit több időt kellene erre a részére fordítani, de erre jelenleg nincs annyi lehetőségem, hogy önmagamra kiszakítsak több időt, vagy nincs rá módom. Persze próbálkozom folyamatosan, nincsenek nyugtalan éjszakáim, tehát mint mondtam, én azt csinálom, amit szeretek, amiért élek. Meg sem fordult a fejembe, hogy mással foglalkozzam, és mivel minden egyes temetésen vagy búcsúztatáson, minden szertartáson saját magamat teljesítem ki, abszolút úgy érzem, hogy ez így van jól. Családja mit szól mindenhez? Támogatnak engem mindenben, köszönöm a kérdést, mindenben támogatnak, és én hálás is vagyok ezért nagyon, mert nyilván nem könnyű velem együtt élni, és az én foglalkozásomat tolerálni,
és akiket még szeretnék kiemelni, azok feltétlenül a munkatársaim. Tehát ez mindig egyfajta csapatmunka, bár ugyanúgy, ahogyan egy együttesben az énekes van a középpontban, és a reflektor ráirányul, ugyanúgy itt rám irányul adott szertartáson, de azért rengetegen vannak, akik ott vannak, és ebben engem segítenek. Tehát itt abszolút a vállalkozók, a temetőben dolgozó a munkatársak, a kolléganők az irodákon, a gondnokok, sorolhatnám hosszan, és én nagyon hálás vagyok ezért, és köszönöm nekik. Arról már beszéltünk, hogy hogyan zajlott az első búcsúztatás, és hogy mennyire lehet az embernek közelengedni a szívéhez azokat, akiktől búcsúzik. De úgy tudom, hogy az elmúlt időben a lehető legnagyobb érintettsége volt. Igen, így van, mert egy hosszú, súlyos betegség után elveszítettem az édesanyámat. Édesapám már több mint 20 éve nem él, nincs közöttünk, és egy hónapja temettük el, kísértük utolsó útjára őt. Ő mondta a beszédet? Igen, az ő kérése volt, és én ezt tiszteletben tartottam, de nem is tudtam volna elképzelni, hogy más köszönjön el tőle. Csoda, hogy meg tudott szólalni szerintem. Az amerikai filmekben látni leginkább, hogy hozzátartozók mondják a szöveget, és ez a magyarok számára, akik általában a közszereplés nem igazán szívesen vállalják, talán egy kicsit furcsa, de külföldön ez bevett szokás. Szerintem nem is, nem azért, mert a közszereplés nem szívesen vállalják, nyilván ez is hozzátartozik, de szerintem a mi kultúrkörünkben nem alakult ki ez. Tehát ha az amerikai filmeken vagy könyvekben erről olvasunk, vagy látunk, vagy esetleg személyesen megtapasztaljuk, akkor látjuk azt, hogy ott egy búcsúztatás hangulata is más. Tehát nem azt mondom, hogy kacagva, dalolva és boldogan, de ott talán másabb elképzelések vannak, és másabb stílus. Ott könnyebb kiállni, elmondani, itt sokkal nehezebb a hozzátartozóknak. Nekem sem volt, nekem nagyon nehéz volt, de ennek így kellett lennie, és én ehhez alkalmazkodtam, és tiszteletben tartottam, hogy ő mit szeretett volna. Volt olyan megbízatása, amikor a magyar hagyományoktól eltérően, ugye amikor a temetés az egyenlő a szomorúsággal, gyásszal, és inkább az ázsiai kultúrákban van az, hogy jövőben mutatóan állnak a témához, tehát a találkozunk egy másik életben hozzáállással találkozott? Igen, egyre több ilyen megbízás van, egyre többen gondolják azt, hogy ennek nem feltétlenül kell kizárólag a könnyekről szólnia. Én magam ezt támogatom egyébként, itt azt gondolom, hogy mindenki hitének adjunk teret, minden lehetőségnek, ami a vigasztalásban egy kis segítséget adhat a családoknak, és voltak már ennek külsődleges megnyilvánulásai is, tehát volt olyan, hogy az elhunyt tisztában volt azzal, hogy hamarosan végleg elengedi a kezünket, mert nem tudja tovább fogni. És azt kérte a hozzátartozóitól, hogy ne menjenek feketébe, de senki ne menjen fekete ruhába a temetésére, hanem fehérben legyenek. Hát Japánban mondjuk ez a nemzeti gyászszín. És abszolút alkalmazkodott mindenki ehhez. Egy fiatal lányról volt szó, 35 éves volt, és tele volt a temető fehér ruhás emberekkel, nagyon szívszorító volt, annak ellenére, hogy nem a hagyományos megszokott fekete színek, és természetesen találkoztam olyan igénnyel, hogy szilveszter napján kell elköszönnünk tőle, az ő kérésére volt, aki önmaga összeállította a zenei anyagot a saját temetésére, hihetetlen lelki erő volt szükséges ehhez, de meg tudta tenni. És itt sem nyilvánvalóan nem arra helyeztük a hangsúlyt, hogy a fekete, a gyász, a komorság, hanem hogy ő így szerette volna, és ha valakinek az élete a miénk, akkor halála után, ha lehetséges, történjen úgy, ahogy ő szerette volna. Ön leginkább az elmúlással találkozik a munkája folyamán, de mint üzen nekünk, még élőknek, hogy hogyan álljunk a halál kérdéséhez, ehhez a témához? Nyilván ennek számos aspektusa van, neveltetés, vallás, szokás, hagyomány, nemzetiség, stb. De mégis tudna esetleg egy olyan arszpoetikát mondani, amivel összefoglalja azt, hogy miről szól az élet, és miről majdan a halál? Aki bármilyen szempontból is közel van a halálhoz, az nagyon jól tudja azt, hogy mit jelent az élet. Tehát, ahogy a Szókratész annak idején ezt kifejtette, az élet értékét a végessége adja az, hogy egyszerű és megismételhetetlen. Ezzel nyilván lehet vitatkozni, vannak hitnézetek, amelyek teljesen más gondolnak, de én úgy gondolom, hogy ha az elmúlást
a halált az ember megpróbálja természetesnek tekinteni. Ha megpróbál tudomásul venni valamit, ami elfogadhatatlan, ha megpróbál megbékélni vele, és tudomásul veszi, hogy egyszer ő is szembe találkozik majd ezzel a ténnyel, és hogy szeretteit is elveszíti, akkor talán jobban fogja értékelni az életét, és minden egyes napját más tartalommal tölti meg. Nyolcszoros magyar bajnok lett Szűcs Szabina, a vecsési ökölvívó szakosztály sportolója. A szakosztály versenyzői eredményes időszakot zártak, de egyelőre nem teszik le a boxkesztyűt, mivel decemberben is ringbe léphetnek még. Ugye a legfontosabb versenyünk most a magyar bajnokságok voltak, összevont magyar bajnokságot rendeztek serdülő junior és felnőtt női korosztályban is. A felnőtt női korosztálynak a bajnoksága az mindig decemberben volt megrendezve eddig. A világszövetség úgy döntött, hogy decemberre világbajnokságot ír ki, és ezért előrébb kellett hozni a felnőtt magyar bajnokságot. Aztán ugye hát a Covid meg az élet úgy hozta, hogy mégiscsak 2022 márciusában lesz, viszont így már rendezés közepén úgy döntött a szövetség, hogy ezt nem állítja meg. Viszont a többieknek ez tervezett magyar bajnokság volt, 8 versenyzővel tudtunk elutazni erre a magyar bajnokságra. A serdülő korosztályban ezüstérmes lett Nyögéri Sára, bronzérmet szerzett Hajdú István és Krupai Norbert. Junioroknál Drobilics Adrien magyar bajnok lett, 5. helyen végzett Hajdú Sándor. A felnőtt női kategóriában pedig Horog Tímea bronzérmes lett. Ugye Tímea már edzőként dolgozik nagy részt a csapatban, szeretett volna még egyszer elindulni a magyar bajnokságon, úgyhogy sikerült még egy magyar bajnoki éremmel gazdagítani a gyűjteményét, illetve Szűcs Szabina megnyerte a magyar bajnokságot, ugye zsinórban 8 éve ő a felnőtt magyar bajnok a súlycsoportjában, úgyhogy ezzel ki is érdemelte a legjobb női versenyző külön díjat, aminek kimondottan örültünk. Nyilván azért is, mert ez egy kicsit visszaigazolás, hogy jó irányba dolgozunk. Szabina mostanában nagyon sokat erősít, külön erősítő edzései vannak. De Simon Tamás az, aki nagyon sokat segít nekünk ebbe a munkába, és úgy látszik, hogy ennek van eredménye. Még egy versenyzőről nem beszéltem, Egri Zsombor. Végre belátta a szövetség, hogy az, hogy 13-14 éves korban kezdhetünk csak el egy sportágat, azért az elég nagy hátrány nekünk. Sokkal fiatalabb korban már sportágat választanak a gyerekek, azt tapasztaljuk, és most úgy néz ki, hogy jövő januártól már 10 éves kortól is ringbe léphetnek megfelelő védőfelszereléssel a gyerekek, és edzés látogatást már, tehát rendes ökölvívó edzést már 9 éves kortól látogathatnak a gyerekek. Ez azt jelenti, hogy U10, U11 és U12-es bajnokságunk is lesz. Ennek a beharangozójaként 4 U12-es bemutató mérkőzést rendeztek, és nálunk a kis 30 kilós Egri Zsombor, aki már évek óta ott van a csapatban, és nagyon sok bemutató mérkőzésen vett részt, hogy a szövetség úgy ítélte meg, hogy az ő felkészültség és tudása alkalmas arra, hogy egy jó reklám legyen a sportágnak, és jól is sikerült neki, 4-1 arányú pontozással tudott győzni a Hódmezővásárhelyi ellenfele ellen, és ő is kapott egy kis kupát, és hát őnek az U12 jövőre már pont kicsúszik, mert már serdülő lesz, de hát kicsit egy picit a zsombori box történelmet, a sport történelmet írt, azt tudom mondani, mert ő volt az első ringbe lépő az U12-es korosztályban. Úgyhogy összességében elégedett voltam a csapat teljesítményével, örültünk neki, hogy fiúk, lányok vegyesen, tehát 4 fiú, 4 lány versenyzővel tudtunk elmenni. Ugye voltak néha olyan időszakok, amikor több lány versenyzők volt, mint fiú, amire mindig is büszkék voltunk, viszont azért szeretjük erősíteni a fiú oldalt is, és úgy néz ki, hogy nagyon szépen fejlődik és egyre erősödik a férfi szakág is nálunk. Mikortól és hogyan tudják majd népszerűsíteni, hogy fiatalabb korban el tudják kezdeni a gyerekek az ökölvívást? Mi már elkezdtük itthon az 5 éves korosztálytól az edzések tartását, de pont a Szűcs Szabina az, aki a kicsikkel foglalkozik, úgyhogy azt látjuk, hogy óriási igény van rá, folyamatosan hívnak a szülők, sokkal fiatalabban is akarják hozni, nyilván velük még nem tudunk mit kezdeni a teremben, de az 5 éves korosztály az, ahol már, ha nem is ökölvívást tanulnak, de az ökölvíváshoz kapcsolódó koordinációs mozgásokat tanítjuk nekik, és nagyon fogékonyak ebben a korban, nagyon aranyosak, és tényleg ragad rájuk minden, amit mondunk. A,
Úgyhogy velük elkezdtük a munkát, a 10-15 éves korosztálynak pedig folyamatosan, de a már említett Horog tíme az edzője a kezdőcsapatnak, ott is azt látjuk, hogy hál' Istennek most már így vagy hozzászoktunk a Covid alatti szabályokhoz, és megpróbálunk sajnos együtt élni vele, és most próbáljuk a helyén kezelni a dolgokat, és azt látom, hogy a szülők is most már azért edzésre engedik a gyerekeket megfelelő feltételek mellett. Úgyhogy mi most már ebben nagyon komolyan beleálltunk, és pont ezért, mivel évek óta működik ez a kezdőcsoport nálunk, ezért vannak most olyan gyerekek, akiknek meg tudjuk csinálni a versenyzői könyvét, és januártól az U11 vagy az U12-es korosztályban már el tudjuk őket indítani. A már meglévő versenyzőikkel milyen versenyek lesznek a közeljövőben, milyen megmérettetésekre készülnek? Mivel Európában elég erősödött a Covid, úgy most elég sok versenyt töröltek. Hazai versenyek valószínűleg ilyen évvégi lezáró versenyek lesznek, tehát Mikulás kupák, amik pont arra lesznek jók, hogy ezek a kezdő versenyzők még január előtt még egyszer ringbe tudjanak lépni. Nyilván itt a magyar bajnokok meg a felnőtt versenyzők nem annyira fognak már partnert találni. Velük inkább próbálunk külföldre menni. Most Szlovákiában van egy meghívásunk egy 4 napos edzőtáborba, ahova Csehországból, Ausztriából is jönnek át versenyzők, ez a felnőtt lányokra vonatkozik. Svédországba kaptunk egy meghívást, ahova Szabinával utazunk. Szabinát hál' Istennek ismerik azért több országban már, és ez is egy ilyen érdekes felkérés, hogy a Svédország-Örményország csapat találkozó lesz, és a svéd szövetség hívott, hogy lányokból kicsit gyengén állnak, és hogy a svéd csapatot nem erősítenénk Szabinával, illetve még másik 3 lányjal. Illetve egyenlőre úgy néz ki, hogy Spanyolország Tenerifén fog még rendezni decemberben egy női versenyt, junior, ifjúság és felnőtt korosztályban. Itt mindenképp szeretném még Szabinát elindítani, illetve ifjúsági 48 kg-ban Pap Katát. Ugye most az Európa bajnokságon már szerepelt, az IFI EB-n, ott 5. lett, és jövőre még ő is IFI, és a 48 kg-ban válogatottban is számítanak rá, tehát jól lenne neki is egy kis nemzetközi tapasztalat. Úgyhogy előre láthatólag most ezek a programjaink lesznek idénre. Egerbe volt a magyar bajnokság idén. Hát nagyjából egy hónapot tudtam készíteni, mert előre hozták a világbajnokság miatt a magyar bajnokságunkat, de eredetileg decemberben lett volna. És ugye előre hozták, most Egerbe volt egy megtartva az utánpótlás magyar bajnokságokkal. Igazából nagyon jól sikerült, újra magyar bajnok lettem, elnyertem a legjobb felnőtt női külön díjat is, úgyhogy nagyon, nagyon örültem az egésznek. Nyilván minden sportoló készül egy-egy ilyen megmérettetésre, de gondolom neked van egy plusz teher, hiszen mindenki téged akar legyőzni. Igen, kicsit nehéz, de egyfajta önbizalmat is ad, ugyanis az ellenfelek úgy jönnek be, hogy hú, hát a Szabinával kell boxolni, úgyhogy rajtuk is van teher, rajtam is, csak általában jövök ki belőle jobban. Téged az ilyenfajta teher az motivál, vagy pedig ezen túl kell esned, mert egy kicsit stresszel? Hát egy kicsit stresszel, minden meccsen előjön az első menetben, általában le tudom vetközni ezt a terhet, aztán a rutin meg az élvezet, ami játszik a meccseimen. Hogy látod, hogy hány magyar bajnokság van most így folyamatában még benned? Hát a mezőny az egyre gyérebb. Sikerült annó 54 kilóban kiürítenem a súlycsoportomat, most 57-ben. Idén nem találkoztam olyan ellenféllel, akivel már boxoltam volna, tehát mindenképpen új feltörekvő ellenfelek voltak. Igazából az, hogy hány magyar bajnokság van bennem, én úgy gondolom, hogy amíg jól érzem magam a ringben, amíg tudok hova fejlődni, amíg fiatalabbak nem késztetnek kispadra, addig én igyekszem ott lenni és csinálni, amíg szeretem. Hova lehet még fejlődnöd? Mi a cél? A nemzetközi vonal az a cél. Tehát az itthon szerintem már elértem azt, amit el lehet. Ezt lehet még sokasítani, tehát többször is meg lehet nyerni a magyar bajnokságot, de nem ez a célom. Ehhez a nemzetközi szinthez milyen lehetőségeid vannak? Hát most például a magyar bajnokságot követően jövő héten megyünk edzőtáborozni, és utána megyünk nemzetközi versenyekre. Úgyhogy átrakták jövőre végül a világbajnokságunkat a Covid helyzet miatt. Jövő tavasszal fogják megrendezni a világbajnokságunkat, úgyhogy oda készülök. Egyelőre ez a legközelebbi cél. Köszönöm figyelmüket! Önök a Williams Televízió Vecsési Magazin című műsorának november 19-i adását látták. Friss hírekkel, információkkal egy hét múlva pénteken este 6 órakor jelentkezünk. Töltsék kellemesen az estét, további jó tévézést kívánok,
Viszontlátásra!